Itt a tavasz, melegszik az idő és egyre több a napos órák száma. Az évszakváltás az utakon közlekedőktől is másfajta vezetési stílus követel meg. Nem csoda, hogy felpörög a munka ilyenkor az autószervizekben. Nem csak magunkat, a gépjárműveinket is fel kell készíteni a változásokra. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogyha nem megy tartósan 7 fok alá a hőmérséklet, érdemes lecserélni a kocsi gumijait. Nem célszerű sokáig a téli gumival járni, mert sajnos a tapasztalatunk, hogy a képviselők egy része úgy van, hogy a már lekopott téli gumival még a nyári szezonban jár, és majd utána a téli gumit vesz újat. Ez azért nem jó, mert a téli gumi nyáron ugyanolyan veszélyes, mint ha nyári gumival járnánk télen, mert más a járművek dinamikája. Amennyiben kerékcsere van, úgy célszerű hozzáigazítani a fékeket, egy fékátvizsgálás, valamint a járműveknek a világító és jelzőbeletet, ezt minden esetben célszerű átvizsgálni. Nem csak az autósoknak, a kétkerekű járművekkel közlekedőknek is oda kell figyelniük az évszakváltásra, akik a jó idővel egyre aktívabbak. A kötelező felszerelésekről ilyenkor sem szabad elfeledkezniük. Bár a bukós is csak a motorosoknál kötelező, a kerékpárosoknak is ajánlott. Ez a védőfelszerelés súlyosabb sérülést róvhatja meg őket, sőt akár életet is menthet. Mielőtt először motorra, bringára pattanunk, érdemes felfrissítenünk vezetői tudásunkat. A motorkerékpárosoknál célszerű egy vezetési tréninget valahol beiktatni, vagy egy vezetési gyakorlatot, nem rögtön a forgalomba menni, mert azért csak néhány hónapon keresztül álltak azok a vasak, és egy más vezetési stílust igényel, mint a személygépkocsi. Akkor is, hogyha a KRESZ tudás megvan, maga a járműkezelést egy kicsit felfrissíteni célszerű. A kerékpárosoknál pedig ugyanúgy célszerű a világítás meglétét ellenőrizni, valamint egyéb biztonsági berendezéseket ugyanúgy, mint a motorkerékpárnál. A Megyei Baleset Megelőzési Bizottság egyébként idén is közlekedésbiztonsági családi napon segített a tavaszi átállásban. A járművek ingyenes műszaki átvizsgálása ezúttal is népszerű volt. Az immár hagyományosnak számító rendezvény célja, hogy az autósok és kerékpárosok közvetlenül szakértőktől kapjanak segítséget a járművek tavaszi felkészítéséhez. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiket például KRESZ színező várta, emellett kipróbálhatták a motorszimulátort is.